Meredek helyzetek, veszélyes pillanatok, amikor hajszálon függ az életünk. Felkészültem a legrosszabbra. Elég egy pillanat, és bármi megtörténhet. Szinte fel sem fogtam. Tragédia, vagy megmenekülés? Észrevettünk egy kart a hótakaró alatt. Ők túlélték a bajt, és elmesélik történeteiket. Elvesztette az eszméletét. Egy nap, amit sosem felejtenek el, amikor túléltek egy meredek helyzetet. Meredek helyzetek videó. A Dorset megyei Weymouth. Mentők vonultak ki a város népszerű turista látványosságához. 14 ember, köztük egy kisgyermekes család szorult egy több mint 50 méter magasban lévő kilátó toronyba. A tűzoltók daruval próbálták megközelíteni őket. Legmagasabb állapotában is alacsony volt. Utolsó reményük a parti őrség. Martin és Tracy 36 éve házasok. A Bedfordshire-i Dunstable-ben élnek. Felnőtt gyerekeik, Russell és felesége, Laura, illetve Joanne és férje Gary a közelben élnek. A fia még 10 perc sétányira laknak, míg a lánya még 20 percnyire. Egymás közelében élünk, ahogy mindig. Mindenünk a család. Ez a legfontosabb számunkra. A család az utóbbi években kibővült. 2 unoka érkezett. Noah 2 éves, míg húga Frankie 6 hónapos. Kérsz inni? Parancsolj. Szeretek nagymama lenni. Csodás, a legjobb a világon, csak ajánlani tudom. Apaként az ember folyton aggódik. Nagyapaként csak játszom az unokákkal, akik a nap végén hazamennek. Már hagyomány, hogy minden évben együtt vakációzik a család. Szeretjük egymás társaságát. Egy eső szeptemberi napon a család egy napra Weymouth-ba ment. A délelőttöt a tengervilága központban töltötték. Mielőtt visszatértek volna a nyaralóba, elhatározták, hogy megnézik a helyi látványosságot, az 52 méteres magasban lévő forgó kilátót. Jól lehet, Martint győzködni kellett. Kicsit akadékoskodtam. Mivel szitált az eső, mondtam, úgysem fogunk látni semmit. Ők meg erre, hogy nem ár, apa, menjünk fel, szóval gondoltam, akkor menjünk. Ugyan már, mi baj lehet? A kilátó egy tornyon fel és leközlekedő kabin. Mind a 8 családtag felszállt, 5 másik utassal és a személyzettel együtt. A kabin emelkedni kezdett. A tetőn beindult a lassú forgás, 360 fokos látványt nyújtva a Weymouth-ról és a Jurassic Coast-ról. Az egész program 20 perces volt. Noah rohangált, mi nevetgéltünk. Élveztem, szeretem a magasságot, a nagy tereket, ahogy Joe is. Azt gondoltam, klassz lesz. A második fordulat után a kabin ereszkedni kezdett. De 5 méter után nagy robajjal hirtelen megállt. Volt egy hatalmas robaj, majd egy kisebb remegés. A rendszer akkorát rándult, hogy az unokám hozzám rohant és belém kapaszkodott. Valaki azt mondta, ez nem jó jel. Nem bizony. A kabin 50 méteren beragadt. A kabin személyzet egyik női tagja azonnal jelentette adóvevőn az esetet a főnökének. A rendőrök lezárták a helyszínt. A tűzoltósági mentőcsapat a torony belső szerviz lépcsőjén felment a toronyba. Onnan csigás hámkötélzettel ereszkedtek a kabin tetejére. Sean Blizzard esetparancsnok irányította a mentést. Mikor a helyszínre értem, elmondták, hogy néhány tűzoltónak sikerült bejutnia a kabinba, ezzel is megnyugtatva a bent ragadtakat.
Én igyekeztem közben kitalálni, mi a legjobb megoldás, amivel a kabin lehozható. Karrierem legszokatlanabb eseteinek egyike volt. És kihívást jelentő is. A szél megélénkült, így az 50 méteren rekedtek kimentése trükkösnek ígérkezett. Lehetett hallani, ahogy megbeszélték a leeresztésünk különböző opcióit. A tűzoltók azt mondták, ez nem jó, az ostobaság. Az meg nem jó ötlet, mert rémisztő lenne. A tűzoltóknak sok trükk van a tarsójukban, de a kabin akkori helyzete és a szél erőssége korlátozta a lehetőségeket. Tűzoltó létre segítségével egy platót próbáltak a fentrekedtek közelébe juttatni. Lassan a kabin felé közelítették. Ideális esetben a kosár segítségével mentettük volna ki a bent ragadtakat. A kabinból a kosárba lépett embereket le tudtuk volna hozni, egy lifthez hasonlóan. A platón a tűzoltó apránként közelített a kabinhoz. A toronyban rekedtek, bizakodtak. Azt remélték, hogy felemelik a platót, kinyitják a kabin ajtaját, mi meg a kabinból a platóra lépünk, és azon hoznak le minket. Lehetségesnek tűnt. Nyilvánvaló lett, hogy ez nem sikerülhet. A tűzoltó létra maximális hosszában 10 méterrel rövidebb volt a kelleténél. Nem értek el hozzánk. Mindenki kezdett kicsit ideges lenni. Sean és csapata a kabin liftjének kézi kurblizásával próbálta a kabint lejjebb engedni a tűzoltó létráig. Időnként megrázkódott. Sikerült egy métert engedni, de ismét beszorult. Az alkatrészek meghibásodtak, így a fék nem engedett fel. A későbbiekben a parti őrség helikopterét is bevetették. Úgy tűnt, ahhoz, hogy lehozzák őket, fel kell menni értük. Mind aggódtunk. A társaságunk összes tagja ideges volt ekkorra már. A lányom is ki volt borulva. A Devoni Bentham, a mentő operátor egy kétségbe esett apa hívását fogadta. A fiam egy sziklafal köves alján fekszik. Nem jó a helyzete. Biztonságban van, védett a hely? Nem, mindjárt ott a dagály. Egy tínédzser a helyi Longstone Rockra indult fel, de lezuhant a sziklás talajra. Barátja lent azt hitte, sikerül megfogóckodnia. Egy másodpercre meglepődtem. Nem értettem, miért zuhan még mindig. A diák Freddy Wimbledonban él családjával. Ez a 17 éves, amikor csak teheti, kimenekül a városból a hegyek közé. Freddy imád hegyet mászni. Az az igazi közegem. Szeretek úgy fent lenni a magasban, hogy semmi sincs alattam. Mászótársa és jó barátja Charlie. Freddy egyébként is szorgalmas, motivált, de ha van egy ötlete, akkor ijesztően eltökélté válik. Főleg, ha hegymászásról van szó. Freddy és Charlie együtt csinálnak őrültségeket. Szerintem gyakran egymásra licitálva. Én vagyok általában a józanabb, de közel sem mindig. Elég rossz kombinációt alkotunk, de sokat hűlünk együtt. Az októberi őszi szünet idején Freddy és családja egy hetet a Devoni Benthamben töltött. Meghívták Charlie-t is. Mind kimentünk sétálni. Freddy és Charlie sárkányt röptettek a strandon. Persze a maguk kalandos módján. Freddy ezt is fokozni kívánta. A táskámban volt a mászó felszerelésem, arra az esetre, ha a feltételek adottak a hegymászáshoz. Elhatározta, hogy megmássza az öbölben a mászók közt népszerű, hírneves Longstone Rockot. Freddy szülei nem voltak oda az ötletért. Egyértelművé tettük Freddy és Charlie számára, hogy nem mehetnek mászni. Az egész part alkalmatlan ilyesmire, tele éles kövekkel.
A másik gond, hogy Longstone az árapály zónában van. Dagálykor a szikla alja víz alá kerül. Míg a család visszaindult a nyaralóba, Freddy és Charlie a parton maradt. Az apa figyelmeztetése ellenére sem tudtak letenni arról, hogy megmásszák a Longstone-t. Freddy mászni kezdett, míg Charlie lentről engedte neki a kötelet, mely Freddy beülőjébe volt vezetve. Ahogy haladt felfelé, fémékeket vert a sziklafalba szabályos időközönként. Így zuhanás esetén a felszerelés megfogja a mászót. Eleinte nagyon klassz volt, jó kis mászásnak ígérkezett. De ahogy magasabbra ért, egyre nehezebb dolga lett. Nehéz volt, mert a lábnak nem volt sok hely kapaszkodni. Csak igen ritkás. 6 méteren Freddynek át kellett gondolnia. Mondtam Charlie-nak, hogy azt hiszem le kell mennem, mert ez már nem élvezett. Kezdtem fáradni. És akkor? A szikla letört, a következő pillanatban már zuhantam is. A fémékeknek a sziklában meg kellett volna tartaniuk őt, de nem így történt. Emlékszem, hogy a kötél kicsit megrántott ugyan, de nem fogott meg. Tovább zuhantam. Egy másodpercre meglepődtem. Nem értettem, miért zuhan még mindig. A recés sziklák elvágták Freddy kötelét. 6 métert zuhant, és lábbal előre a földbe csapódott. Erősen a talajba vágódott. Semmi nem akadályozta a zuhanást. Üvöltve néztem a lábam. A bokája... Freddy bokája csúnyán eltört. Charlie fotóján látszik, hogy teljesen kifordult. Nézd a lábam, ezt üvöltötte. Arra gondoltam, fogok-e még járni valaha, és hogy hogyan jutok ki onnét ilyen lábbal. Charlie más miatt is aggódott. A dagály betör majd oda. Segítségre volt szükségük, de az elhagyott parton nem volt térerő. Így Charlie felrohant a lejtőn. Térerőt kerestem, erre az apjába futottam. Hogyan? Charlie falfehér volt, és rémült. Seamus a fiúk keresésére indult, mert nem ott voltak, ahol hagyták őket. Charlie elmondta neki, mi történt. Dühös és csalódott voltam, és persze nagyon aggasztott, hogy mit jelent az, hogy Freddy csúnyán lezuhant. Seamus nem tudott a sziklás lejtőn lemenni, így Charlie ment vissza Freddyhez, míg ő segítségért telefonált. 20 perc múlva megérkezett egy devoni légimentő, de a sziklák miatt nem tudott leszállni. Fél méter magasból két fickó ugrott ki belőle. Addig nem sírtam, de amikor a helikopter megérkezett, könnyekben törtem ki. Annyira megkönnyebbültem, hogy ott vannak. Azonnal felmérték a sérülést Freddy bokáján. A lába ki volt fordulva. Egyértelműen el volt törve, és látszott, hogy nagy fájdalmai vannak. Aggasztott minket az eltört láb vérellátása. Az esetleges idegsérülés. Így úgy döntöttünk, hogy a helyszínen rakjuk helyre. A mentősök erős fájdalomcsillapítót adtak be a fiúnak. Biztosítani akartuk, hogy ne érezzen fájdalmat, hogy ne emlékezzen a beavatkozásra. A dagály 6 méterre volt és közeledett. A sziklák közt nem lehetett szállítani Freddyt. Hívták hát a parti őrséget. Csörlővel felhúzni a legjobb ilyenkor. 20 percen belül ott volt a helikopter. Charlie mobiljával felvette, ahogy a parti őrség embere a csörlőn leereszkedett. Addigra Freddy egész családja a sziklatetőn állt Seamus-szel. A feleségem le akart menni a fiunkhoz, de a parti őrség embere ezt nem tartotta jó ötletnek. A parti őrség helikopterének kamerája felvette Freddy kimentését. A csapkodó szélben a pilóta finoman lebegtette a gépet a szikla fölött. A lenti csörlőkezelő ráakasztotta Freddy hordágyát a kábelre. Elkezdték csörlővel felhúzni őket. Az egyik mentős ellensúllyal gátolta, nehogy a sziklának ütközzenek. Charlie mobiljával filmezett. Oh,
Emlékszem, ahogy felhúztak. Egyfolytában azt hajtogattam, hogy köszönöm. Megkönnyebbültem, hogy kimentenek onnan. Freddyt a Plymouth-i Derriford kórházba vitték. Apja kocsival ment utánuk. Olyasmit mondod, hogy te idióta vagy valami hasonlót. Nagyon-nagyon sápat volt. Sokkot kapott. Nem ilyennek akarja látni az ember a fiát. Freddy megröntgenezett lába sem festett túl jól. Nagyon csúnya bokatörés. A fibula és a tíbia is eltört, legalább 13 darabra. Aggódtunk, hogy maradandó ez a sérülés. A sebészek egy több mint 3 órás műtét során lemezekkel és csavarokkal rögzítették Freddy bokáját. És ő csodásan fel is épült. Mindennel együtt, a töréstől számítva, hogy újra futni tudjak, 4 hónapba telt. Freddy lefutotta a Wimbledoni félmaratont, hogy pénzt gyűjtsön a devoni légimentőknek. Megegyeztünk, hogy megpróbálja visszafizetni a helikopterezés költségét. Kiderítettük, hogy úgy 2000 font egy út, ő egy kicsit még többet is gyűjtött. Freddy szerencsésen megmenekült aznap. Szerencse, hogy a lábára esett. Eshetett volna a hátára, vagy a fejére is. Vagyis óriási szerencséje volt. Hálásak vagyunk, hogy Freddy velünk van. Jobb, hogy itt van közöttünk. Úgy érzem, jobb hegymászó lettem ettől a tapasztalattól. Én igen hálás vagyok, és alig hiszem, hogy ma megoszthattam a történetem. Nos, azt a napot a tengerparton nem feledik egyhamar. És itt a másik. A Dorseti Weymouth-ban a Jurassic kilátó 50 méteren beakadt. Egy mechanikai hiba miatt a vészfékek működésbe léptek. Így nem tudtak tovább menni. Martin, Tracy és családjuk, még további 5 ember, valamint a stáb bent ragadtak. Az eddigi mentési kísérletek csődöt mondtak. A szakemberek kezdtek kifogyni az ötletekből. Végig motoszkált bennem a gondolat, hogy a parti őrséggel a levegőből kiemelhetnénk őket a kabinból. Úgy, ahogy a hajóról is mentenek. Híradó stábok és turisták filmezték a helyszínre érkező helikoptert. Martin aggódott 50 méter magasságban. Ő, akit eleve győzködni kellett, hogy felmenjen a kilátóba. Sose láttam helikoptert közelről. Már a kabinból érezhető volt az ereje. A terv az volt, hogy a kabinban ragadtakat csörlővel húzzák fel a biztonságos helikopterre. Nagyon idegesek voltunk. Ekkor már a csapat más tagjai is komolyan aggódtak. A lányom teljesen ki volt borulva. A toronyban akkor már közel 5 órája vesztegeltek az odabent ragadtak. Az alattuk lévő tömeg a pilótát figyelte, amint a nagy szélben a kabin fölé manőverezi a helikoptert. A torony teteje fölött lebegett, folyamatosan. Egy csörlőkezelő ereszkedett le, kezében egy sárga baba hordozóval. A bentieket előbb a tetőre kellett felvinni, az emelési manőverhez. Nem volt semmi vita, semmi appelláta. Nagyon határozottan beszéltek velünk, és ez igen megnyugtató volt. Joanne és babája Frankie voltak az elsők, de egy szélroham Joanne-t a toronynak lökte, felszakítva a nadrágját. Frankie babát a sárga hordozóban a csörlős mentő fogta biztos kézzel. Néhány másodperc, és anya a babával már rendben voltak. A helikopter fedélzeti kameráján jól látszik, amint biztonságosan behúzták őket a gép nyitott ajtaján. Következett a 2 éves Noah. Épp alvásból ébredt. Éber és ilyet volt. Be kellett tennünk őt egy táskába, és azt bezárni. Szörnyű pillanat volt.
Sírt és sikoltozott az apja és az anyja után. Abban a pillanatban sírni akartam. A csörlős késedelem nélkül vitte a kis Noát anyjához. Amint kiszedték őt onnan, rohant az anyját átölelni. A gép már tele volt. Joanne és a gyerekek mentése volt az első. Mihelyst velük leszálltak, Joanne rohant haza a pici Frankivel, hogy megetesse. A helikopter újra felszállt a többi utasért, köztük Tracyért és fiáért, Garyért. Már sötétedett, és Gary beütötte a lábát a fémtetőbe, csúnyán felsértve a bokáját. Behúzták őket a helikopterbe, és percek múlva már ők is a talajon voltak. Örültem, hogy mi rendben voltunk, de persze a többi családtagért még aggódtam. A kabinban Martin és a többiek izgatottan vártak a sorukra. Láttuk, hogy felszáll a gép, de nem hozzánk repült, hanem eltűnt az esti égbolton. Biztos üzemanyagért ment. Ez további másfél órás késedelmet jelentett. Martin, aki a legkevésbé akarta kilátóba felmenni, már 8 órája volt annak fogja. Korom sötét volt, fáztunk, és fáradtak voltunk. A helikopter visszatért, és újra kezdte a mentést. Martin és a stábtag Hannah voltak az utolsók. A tűzoltók lefilmezték, ahogy a parti őrség a csörlőre erősíti őket. Egymásra néztünk Hannával nagy szemekkel, és akkor a csörlős bemondta a mikrofonba, hogy emeljétek, és emeltek is. Kilenc órával azután, hogy megérkeztek a kilátóba, az egész család újra a földön volt. Nem teljesen sértetlenül. Gary kapott néhány öltést a bokájába, Joanne pedig lehorzsolta a lábát, de végül az egész család megkönnyebbült, hogy újra szilárd talajon álltak. Úgy éreztük, bizarr élményben volt részünk, de mind nagyon hálásak voltunk mindenkinek, aki segített nekünk. A mentési szolgálat kiváló. Nem lehet eleget dicsérni őket. Igazi meredek helyzet volt. Ha a parti őrség nem mentette volna ki őket úgy, ahogy tették, akkor nem tudom, hogyan oldottuk volna meg. A kilátó tulajdonosa, a Merlin Entertainment azt mondta, az eset kivizsgálása után új biztonsági rendszabályokat léptettek életbe. Mindkét meredek helyzet így vagy úgy a magassággal függött össze. Viszlát!